Szerver indítása. Történet. Gondolom a legegyszerűbb fokozaton megyünk. Csak úgy kérdezem, hogy mi a bevállalás? Én is jobban szeretem. Elméletileg most létrehozom a szervert. Még lehet, hogy egy csergő is csatlakozni fog egyébként. Rendszeresen szokott nézni. Úgyhogy ő még így megjelenhet. Ennyi. Már tudok vele pénzt keresni, de... Én indítottam egy több játékos módot, na most az a legszebb az egészben, hogy... What the fuck? Hello? Can anyone hear me? I had an accident. Én ezt értem, de... Pajtásomat hogy tudom meghívni? Help? Over. Légy szíves. Fuck. Szeretsz segítséget. Jó, és hogy tudok hozzá csatlakozni, vagy bármi más. Halló, itt vagy, Laci? Mentesz még, vagy mit csinálsz? Nem biztos, hogy lesz, de jó. Csatlakozás. Sétak a lap, az a legkisebb. Történet volt, így van.
Mindjárt várják, küldök meghívót. Elmentek, elment a meghívó. Csak kérlek, szólj, hogyha bent vagy. Küldjek még egyet? Mindig vezetéken játszál. Ha megtöltött. Inkább vegyél egy 3 méteres árnyékolt kábelt, tehát 3000 forint igazából, és megállás nélkül játszhat úgy. Kisebb lesz az input. Itt vagy! Nézd már! Hello! Az a baj, hogy én sem. De gondolom úgy, hogy nézzünk ki. Na, merre menjünk, mit csináljunk, hol építkezzünk. Ki kéne választani egy megfelelő helyet, hogy legyen halunk is, meg vízünk is, meg minden szentszalunk. Hát itt van mellettünk ugye itt egy víz. Itt van, van egy víz. Őt nem lehet hallani. Nincsen beállítva téged. A partiban nincsen beállítva, hogy a hang az mindig megjelenjen. Partiba bemész, és ott van aha, és ott van az, hogy a játék az mint. Oké, tovább kell menni, mert az, hogy az is, és kell egy olyan is, hogy engedélyezni minden körülmények között a hangot. Valami ilyesmi. Parti hangja, engedélyezés mindenféleképpen. Tehát ezzel hozzájárulsz ahhoz, hogy a streambe megjelenjen a hangod. Kék és piros lep. Mindjárt, menjek, megyek, azt mondom. Parti beállítás. És akkor ott van a csevegés hang alatt, van a következő, hangmegosztás engedélyezése. Nem, ezt neked kell saját magadnak. Tehát a parti beállításba saját magadnak kell engedélyezni azt, hogy hangmegosztása engedélyezése. Fie, semmi más nem kell csinálnod, belépsz a partiba, tehát itt kijössz, ott van a parti beállítás, oda bemész. És a parti beállítás van az, hogy hangmegosztás engedélyezése. Az, és arra rányomsz, akkor... Így van, és akkor elmehetek, akkor lehet téged is hallani, de hát majd mindjárt. Na, akkor vissza a játékba. Na. Találtam egy kokoszi most oldal, akkor először.
De mindegy, mondjad közben, Laci. Hát én téged hallak. Most fadarabot kell keresnem, keresnünk, neked is fadarabokat kell keresned, megkövet, hogy készíteni tudjunk. Most jó, oké. Okay. Készíteni tudjunk kést, fejszét, valami szarságot. Na jó, de nincsen baltánk, meg ilyen szarunk, meg bozott vágunk. Azért keresünk fadarabokat. Törőd fadarabot. Begyűjtés. Szia, okay. Szia! Desert. Fadarabokat. Ah, persze, bazen megcsíp egy kígyó, faszom. Nem passzál ki velem rögtön azzal kezdeni, hogy egy kígyó meg... Hallod, itt csörgött mellettem. Putott a faszomba. Oké, én találtam obszidián. Köszönöm szépen. What? Akkor viszont most keresned kell egy olyan növényt... Melyik kibaszott kígyó? Te hol az Isten faszába vagy? Én hát tudom, hogy itt vannak már kék békák, meg zöld békák, meg minden szent szar. Én összetem a zöldet is, már összetem a kék békát is. Aha. Jó nagy szarba vagy, akkor be fogsz lázasodni, meg minden ilyesmi. Nem ettem meg. Ja, nem, megmart a kígyó? Mert ha megmart a nem kígyó, akkor... Nem mart meg a kígyó. Nem mart meg a kígyó, jó van. Ó, te figyelj, gyere vissza ide a tavacskához, itt a tónál vannak kavicsok. Tudsz készíteni majd. Tavacskához? Aha. Jó lenne, ha tudnád, hogy merre van, igaz? Jó. Találtam egy folyót. Az is jó. Most itt ilyen vízparton vagyok, aki egyébként. Ezt most nem mondjuk komolyan. Most írták nekem, hogy mind a kettő megvart engem. Tehát mind a két kígyó. Aha. Pusza annyi, Béla-Béka is jót tett nekem. Felvetted? De, ja, persze, hogy felvettem. Hogy ne vettem volna fel. Alap. Akkor jó. Laci, ilyet kérdezi tőlem! Nyílt Béla-Békát felvetted? Akkor gondolom az életed az nem kismértékben csökken. Lázas vagy, meg minden egyéb. Kicsit dobog. Meghaltam. Nissan Hyundai, oké, ki is írta nekem. Ilyenkor mi történik? Visszaspawnolsz ide, vagy mi? Vagy újra be kell lépned? Nem tudom, miért történik. Köszönöm szépen az infót. Nem tudom, mi van, dobog a szívem. Ennyit látok, fekete képernyőn, mert saját magam tudom nézegetni. Integetni magamnak. Nagy fekete kép. Jó, bele kell jönni, haszal jók leszünk. A forrászt is ment, ez is menni fog. Ugye? Nem vagyok benne biztos, hogy nem keresed ki a gémet. Kicsit azért bizonytalan egy fekete képernyő, és nem történik semmi. Igen? Semmit se írt ki, nincs semmi, ezért, hogy... Hát, ez semmi. Aha. Ha na, tudom nyomkodni az... dolgokat, az oda egy rendben van, mert hallom az órámat, így meg tudja jeleníteni. De úgy... Halóka? Halóka? Nem már, léci. Gyere, kezdek sírni. Nincs kép. Hát ezzel a kutya fejjel egyetértek.
Húrá! Hát én bebagoltam, vagy én nem tudom mi. Na mindegy, felveszem akkor ezt a, ha megtalálom még egyszer azt az obszidián követ, abból sokkal jobb minőségű szerszámokat lehet készíteni, úgyhogy ezt érdemes így elpakolni. Igen, az obszidián. Elrakom neked, hogy meglegyen, aztán akkor majd kidobom a menüből maximum, hogyha... Szerintem újra kell nyitnom a játékot. Aha. Tehát most jelen pillanatban, hogyha akkor... így ránézel a screenre, egy fekete képernyő van, jobb oldalt ott vagyok. Csodálatosan. Aha. De azon kívül úgy semmi. Úgyhogy srácok, le fog állni a stream, de visszajövök. Mondja, ezt benyomom. Sietek vissza, nyugi van, ne menjetek el. Jelölj be, szívecske!